És most nézzük, mi újság a magyar nemzetgazdaságban. Varga Mihály miniszter urat kérném, hogy tartsa meg beszédét. Tisztelt alelnök asszony, elnök asszony, hölgyeim és uraim, kedves hölgyek! Azzal kell nekem is kezdenem, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert három olyan témát kapcsoltak itt össze, amelyikről külön-külön is lehetne konferenciákat tartani. Nők szerepe a vállalkozásokban, a foglalkoztatásban, maga a vállalkozásfejlesztés, mellette még ugye ott a turizmus is, mint gazdaságfejlesztési ágazat. Hát ezekről külön-külön órákat lehetne beszélni. Én most rövidebb leszek, ígérem önöknek, és megpróbálom tömören összefoglalni, hogy ezekkel kapcsolatban mit gondolok. Az első talán az, hogy bár ünnep közeleg, de itt is egy záróját azért hadd nyissak meg, én egy hagyományos, tradicionális családban nőttem föl, és elborzadva figyelem manapság, hogy vannak családok, akik összevonják a születésnapokat és a névnapokat, és mindent egy évben egy nap ünnepelnek meg. Na most ez borzasztó szerintem. Higgyék el, az ünnepeket az ünnepnapon kell megtartani alapvetően. Ha valami viszmajor helyzet van, vagy valami eltérít bennünket ettől, akkor lehet azt egy kicsit arrébb tenni egy-két nappal, de hát a névnapokat, a születésnapokat mégiscsak akkor ünnepeljük, amikor annak a napja van. Tehát a nőnap tekintetében is igaza van polgármester úrnak, főpolgármester úrnak, hogy hát holnap már egy ilyen jeles napot köszöntünk. Talán nem is áll nagyon távol ez a névesték szokásától, amikor már előzetesen megköszöntjük az illetőt. Én is hadd helyezzek az önök szívére egy keleti bölcsnek a mondását, aki azt mondta, hogy a nők mosolya felteti, hogy milyen rövid a tavasz, ez valóban így van, de azért mégis majd az igazi köszöntéseket kívánom önöknek, hogy holnap, a holnapi nap éljék át. Én most a komolyabb részéről kívánok beszélni a mai konferenciánk témájának, ez pedig az, hogy milyen eredményeket értünk el, hogyan tudtuk az esélyegyenlőséget javítani a munkavilágában, a foglalkoztatásban, a vállalkozásokban, és végül arról is hagyj beszéljek majd néhány mondatban, hogy milyen konkrét célokat tűztünk ki még magunk elé. Hadd kezdjem azzal, hogy, és itt erre már volt utalás, hogy Magyarországon az alkotmány és a jogrendszer teljesen normálisan szabályozza a férfiak és a nők jogait. Ezek között semmiféle különbség nincs, nem is szabad, hogy legyen. Gondoljunk bele abba, hogy igazságszolgáltatás, amikor mondjuk a bíróság elé kerülünk, egy bírónak nem lehet azt mérlegelni, hogy most egy női vagy férfi ügyféllel van dolga. Magyarországon tehát ezt a jogrendszer szerintem teljesen rendezi. Nehezebb ügy már viszont a bérek kérdése, és azt gondolom, hogy a két előadó is erre helyezte egy kicsit a hangsúlyt, hogy itt sikerült-e valami eredményt elérnünk. Most itt is azt kell önöknek mondanom, hogy Magyarországon a közszférában lényegében eltűntek a különbségek, hiszen bértáblák vannak, egységes közszolgálati, közalkalmazotti fizetési rendszerek vannak. Tehát ha valaki jelentkezik egy polgármesteri hivatalba állásra, ott, amikor fölveszik és alkalmazzák, föl sem merülhet az, hogy ő most férfi vagy nő, ez nem egy olyan szempont, amit ott mérlegelni kell, hiszen a végzettség, a munkában eltöltött idő és más egyebek alapján világos, hogy neki mennyi lesz a fizetése. Én azt gondolom tehát, hogy ezen a területen már kisebb a teendőnk, amikor a pedagógus bértáblát elfogadtuk, akkor ott világos volt, hogy ott nem azt mondjuk, hogy hát a női pedagógus az más bért kap, mint a férfi pedagógus, teljesen egységes ez a bértábla. Ahol gondot látok én is, és ahol az Ildikó vagy a Piroska mondatai is teljesen helyénvalók és jogosak, ez a magánszféra, a magánvállalkozások, a piaci szféra világa, amikor bizony még arról beszéltünk, hogy ez nem teljes egészében érvényesül a gazdaságban. Tehát nekünk itt van még további teendőnk, még szeretnék majd erre visszatérni, mert azt gondolom, hogy az elmúlt évben itt is jelentős eredményeket tudtunk elérni. Bizton állíthatom, hogy a kormány ebben a tekintetben elkötelezett, és semmiféle különbség meglétét nem szeretné, tehát szeretnénk ezeket eltüntetni. Viszont van itt még néhány teendő ahhoz, hogy igazából már csak a bérkérdés legyen a probléma számunkra. Az egyik ilyen, hogy hogyan lehet segíteni a nők munkába állását. Ugye itt azért beszéljünk élethelyzetekről, család, gyermeknevelés, a gyermek és a család melletti munkavállalásnak a kérdése. Olyan területek voltak, amelyekben az elmúlt években azért nagyon sokat tettünk, hogy ez jóval könnyebb legyen, mint amilyen a korábbi időszakban volt. Kettő, hogyha családból indulunk ki, akkor ezeknek a családoknak a helyzetét tudjuk javítani oly módon,
hogy a hölgyekben, az asszonyokban fölmerülhessen az a lehetőség, hogy ő elhelyezkedjen és a család mellett dolgozni, munkát vállalni tudjon. Itt is van szerintem eredmény. És ehhez tartozik egy harmadik szempont is, amit itt meg kell említenem, hogy a gyermekek elhelyezését segítő intézményeknek, a színvonalának és a számának a javítása is egy kormányzati feladat volt, és ebben is sikerült eredményt elérni. Tehát ez a három szempont együtt, a nők munkába állásának, a család helyzetének, valamint a gyermeket nevelő intézmények számának a növelése volt azt szerintem, ami az Ildikó és a Piroska által elmondott számok mögötti folyamatokat jelenti, ezekben tudott a kormány érdemi segítséget biztosítani. Tehát szerintem egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy a hölgyek számára ne választásként merüljön fel a munka és a család, a karrier vagy az anyaság, hanem ezek akár egymással összhangban működő területek lehessenek. A vállalkozást vezető hölgyek pedig remélem, hogy érzékelik azt, hogy a jogszabályi módosítások, az eljárásbeli könnyítések és az adózásbeli változások azok azt segítik, hogy ők könnyebben tudjanak ilyen szerepet vállalni. Az elmúlt években most itt föl tudom idézni, hogy hány alkalommal is foglalkozott maga a kormány is azzal, hogy ezek az intézkedések megtörténjenek. Én azt gondolom, hogy itt is a számok tudnak számunkra bizonyítékot adni arról, hogy ezek hatásosabban tudták a gyorsabb előrejutást vagy a könnyebb működést elősegíteni. Itt persze egy külön történetet érdemelne a magyarországi vállalkozásoknak a működése. Egy ablakos rendszer, minél könnyebb regisztráció. Ha előveszem most az OECD-nek a legutóbbi jelentését, azért ma Magyarország sokkal kedvezőbb helyzetben van, mint 5 évvel, pláne 10 évvel ezelőtt. Ha összevetem, hogy egy vállalkozásnak a bejegyzéséhez mennyi időre van szükség, ez nagyságrendekkel kisebb, mint akárcsak 5 évvel ezelőtt. De ezen még mindig van javítani valónk, hiszen a bürokrácia egy örök szélmalom harc minden kormányzat számára. Ennek a csökkentése, ennek a visszaszorítása nyilván a jövőben is ad még nekünk munkát. Amit viszont mindenképpen hangsúlyoznom kell, közös eredményeket értünk el növekedésben, foglalkoztatásban, adósság csökkentésben, és hát a turizmus ágazatának a fejlesztésében is. A gazdasági növekedésről naponta számolnak be a hírek, ezeket látják, érzékelik. A foglalkoztatásról már itt részben volt szó. Itt is csak azért hadd idézzem föl, hogy hát közel 12% volt a munkanélküliség 2010-ben, most pedig 6%-hoz vagyunk közel. Tehát megfeleződött ez a szám, és az intézkedések nélkül azért csak részben sikerült volna. Adósság csökkentésről már nem is kell itt külön beszélnem. De hadd térjek rá a turizmus mint nemzetgazdasági ágazatnak a szerepére, amelyben szerintem a nők kulcs szerepet játszanak. Miért is? Hát egyrészt idézem fel a saját családom, de akár más ismerős családoknak is az élet helyzetét, kidönt arról, hogy esetleg nyáron, szabadságra, nyaralásra, hova menjen a család. Általában a nők döntenek erről, minden felmérés ezt igazolja vissza, a saját egyéni felmérésem is ezt igazolja vissza, de alapvetően a szociológiai felmérések is ezt mutatják, hogy az utolsó szó ebben az ügyben általában a nők döntése. Tehát nagyon fontos, hogy önök, kedves hölgyeim, desztinációként, tehát érkezési helyként mit választanak ki, belföldön akarnak maradni, vagy külföldre akarnak menni, tengerparthoz, vagy hegyvidékre, víz mellé, vagy nem víz mellé. Tehát én azt gondolom, hogy ebben önöknek döntő szerepe van, ez nagyon fontos a turizmus szempontjából is. Másfelől, és erről már itt előttem volt szó, Ildikó is beszélt erről, hát a turizmusban azért döntő mértékben a női foglalkoztatás valósul meg. Erre is vannak felmérések. Ugye a vendéglátóipari szakszervezet becslése szerint 30%-os a női vezetők aránya ebben az ágazatban a turizmusban. Tehát itt azt kell nyugodtan mondanom, hogy valóban a gazdasági ágak fölötti jóval magasabb arányt ér a hölgyeknek a száma. És vannak olyan szegmensek is, például az utazásszervezés, ahol ez az arány 45%. Tehát itt az a jó hírem van, hogy egyre inkább nőiesebbé válik a turizmusnak a területe, utazásszervezés, utazási intézmények, vállalatok, cégeknek a vezetése, és mellette hát a döntéshozatal is, amely a háztartásokat illeti. Tehát azt gondolom, hogy abban, hogy a turizmus nagyon jó eredményt ért el tavaly, és egy rekord évünk volt, abban meghatározó volt a nőknek a szerepe. Mit is értünk el tavaly, hogy a bruttó hazai termékben a turizmusnak a részaránya 10% fölé növekedett, 10,3%, és valóban itt erre többen is utaltak már, ez a rekordév azt jelentette, hogy nőtt az idelátogató és a turizmusban részvevő vendégeknek a száma,
10 millió fölé. Ugye ennek durván a fele volt belföldi turista, fele volt külföldi látogató. A szállásdíj bevételek a 14-es rekordévhez képest is 12%-kal növekedtek, 12,6%-kal, és ezeknek a szálláshelyeknek a bevétele is növekedett. Ugye az ágazat egészére vonatkozó pontos számunk még nincsen meg, de körülbelül 360 milliárd forintnyi bevétele volt az ágazatnak, tehát mindenképpen egy rekord összegről beszélhetünk. Reméljük, hogy ez a turizmus intézmény rendszerének az esetleges átalakítása után is így lesz, tehát abban reménykedünk, hogy azért nyúlunk hozzá az ágazathoz, hogy ez a bevétel még nőjön, és a gazdasági teljesítmény az ágazatban még magasabb legyen. Azt gondolom, hogy fontos volt, hogy az intézkedéseinkkel tudtuk segíteni, hogy a belföldi turizmus növekedjen. A belföldi szállásdíj bevételek 14%-kal növekedtek. Szép kártya a különböző kedvezményeknek a kiterjesztése, hogy a vendéglátás, szálláshely és így tovább a múzeumi belépőkre való felhasználása nagyon fontos volt ennek a kártyának. És alapvetően azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy ez változatlanul így legyen, tehát a szép kártya, szeretném rögzíteni, minden ellenkező híresztelés ellenére maradni fog, sőt, nagyon bízunk benne, hogy egyre többen fogják majd használni. És így jutok el Budapest szerepéhez, hiszen egy olyan rendezvényen vagyunk, amelyet Budapest fémjelezés Budapest szervez. Budapest szerepe kiemelkedő az ágazatban, az ide látogató külföldiek döntő többsége Budapesten keresztül ismerkedik meg az országgal. Tehát nekünk elemi érdekünk az, hogy Budapest az épüljön, Budapest az turisztikai szempontból is vonzó legyen, vonzó maradjon. Ebben nincs vita a kormány és a főváros között. Azonos célt tűztünk ki magunk elé. A külföldi vendégeknek a 2/3 érkezik ide, és a szálláshelyek bevételének a 45%-a is a fővárosban keletkezik, tehát itt kell, hogy még erősödjünk. Én azt gondolom, hogy az ágazat a kormány részéről megkapta a figyelmet. Az előző 7 éves uniós forrás felhasználásból 300 milliárd forintot tudtunk turisztikai fejlesztésekre használni. Köztük budapesti közterületeknek a megújítására környezetmegújító programokat tudtunk finanszírozni. Összességében mintegy 30 milliárd forintnyi uniós támogatás érkezett ide 2013-as időszakban. A most folyó 14-es, 20-as fejlesztési ciklusban pedig ugye a turisztikai cél előirányzat, amit a szép Európai Uniós bürokrata szóval prioritás tengelyben elhelyeztünk, ez ugye 100 milliárd forintot jelent, de év végére a teljes támogatási keretösszeg azért meg fogja haladni majd a 150 milliárd forintot. Ugye a kollégáink most azon dolgoznak, hogy a pályázatok kiírása megtörténjen, és ezt minél hamarabb föl tudják önök használni, vagy a főváros is használni. A fővárosban a Haussmann tervnek a végrehajtása, a Liget projektnek a kivitelezése, vagy a vizes VB jövő évi rendezésének a bizonyos elemei már nem csak nemzeti, hazai forrásból történnek, hanem uniós forrásból is, ezt mindenképpen a főváros turisztikai vonzerejének a növeléséhez tesszük hozzá. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a hazai vállalkozásokról még hadd mondjak néhány gondolatot zárásként. Ugye a gazdasági szabályozó rendszerünket átalakítottuk, lehetővé tettük azt, hogy kedvezményes, mondjuk adókulcssal tudjanak a kis- és középvállalkozások működni, uniós forrásokhoz való hozzáférés egyszerűbbé vált az elmúlt időszakban. Én azt gondolom, hogy ezt a munkát folytatni kell, és ebben a munkában kiemelt figyelmet fogunk fordítani a női vállalkozások támogatására és a nők elhelyezkedési esélyének a javítására is. A GINOP, tehát a Gazdaságfejlesztési Operatív Program egyes kerete, tengelye tartalmazza azt az összeget, amit erre a célra fordítunk. Reméljük, hogy a KKV-k versenyképességét javító programok minél több olyan vállalkozást érnek el, ahol a versenyképesség javítása nők foglalkoztatásával együtt valósul majd meg. Ildikó és Piroska is szólt már a foglalkoztatás kedvező adatairól. Valóban az elmúlt években Magyarország tudta a legjobb növekedési arányt felmutatni a nők foglalkoztatásában. És külön öröm számomra, hogy a foglalkoztatásnak a bővülése a fizetési különbségek csökkenésével is járt együtt. Tehát jól esik kimondani, hogy a visegrádi országok között Magyarországon a legkisebb a különbség a férfiak és a nők fizetése között, de ez csak azt húzza alá, hogy itt még van mit tennünk, hiszen az a cél, hogy ez a különbség ez minden tekintetben eltűnjön majd a jövőben. Ildikó erről beszélt.
én abban bízok, hogy a most előkészítés alatt lévő különböző jogszabálymódosítások majd ezt fogják segíteni. És az is elhangzott már itt, hogy ez a női foglalkoztatásnak a gyorsulása valóban itt 7,4% volt, és ez a 28 uniós tagállam között 2010 és 2015-ben a legmagasabb növekedési arányt ért el. Kedves hölgyeim, tisztelt elnökasszony, alelnökasszony, köszönöm szépen a lehetőséget. Én abban bízok, hogy ez a mai kis konferencia is azt a figyelmet sugározza ezekre a területekre, amelyeknek minden, az év minden napján ki kell, hogy járjon. Én kívánom a turizmus, illetve a gazdasági élet más területén dolgozó hölgyeknek, hogy további kiváló eredményeket érjenek el. Abban is biztos vagyok, hogy a nők szerepe a jövőben növekedni fog a cégek vezetésében, épp úgy, mint közéletünk más területein is. Mindenkinek további szép napot kívánok, köszönöm szépen a figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük miniszter úrnak a szavait. Rövid szünet után elkövetkezik az a kerekasztal beszélgetés, amire itt már többen nagyon várnak. Bán Teodóra ügyvezető igazgatót fogjuk majd hallani többek között, de itt lesz a kerekasztal beszélgető partnerei között Pintér Katalin, Sikota Krisztina, Magyar Vilma, és a beszélgetés moderátora Vogyerák Anikó lesz az MTVA-tól. Rövid szünet, és utána felfrissülve várjuk vissza önöket erre a nagyon érdekes beszélgetésre. Nagyon szépen köszönöm elnökasszonynak, alelnökasszonynak és miniszter úrnak, és már polgármester úr nincs itt, hogy elfogadták meghívásunkat, de ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk.